Felében Zimányi Vera professzor asszony a Bécsi Egyetem történelem szakosainak hirdetett egy koralukor történeti egyetem és koralukor történeti kurzus. És Zimányi Vera, aki ezzel a kurzussal nekem azt hiszem, hogy az egész történészi pályának meghatározta Orbán is, amit az említ találóra. Itt olyan történeti kurzust tartott 86-ban, amely történeti kurzus nem csak Európát, hanem az Európán kívüli világot is bemutatta, ami persze a Karaliba esetében azért eléggé igazolható hozzáállás, hiszen ugye ez a nagy felfedezések időszaka, és a felfedezettekről is mintára tudni beszélni. Jacques Susten egy könyv címlapját rögzítettem ide, ő lehet szeretném hozzátenni, hogy ez egy újabb kiadás az eredeti legalapot, így ilyen Déz Aztékkel és az Aztékkel mindennapi életet című 1955-ös munkájának. Hát annak idején Zimányi tanárnő erről az 55-ös munkáról beszélt, abból merített az információi az asztalokról történelemmel kapcsolatosan, és teljesen a véletlenek egybejátszása, hogy ez a tökéletes megtalálható volt, megtalálható ma is a Pécsi Egyetemi Könyvtárban, mert az az 55-ös, és én akkor, mint franciául, főtudóra rögtön rávetettem magam, és úgy éreztem, hogy valami fontos dologra valami nagy kincsre megbukkantam. Bizonyíthatja ezt, hogy ez a könyv valóban kincs, nem csak az én számomra, hogy a világban számos helyen fordulhatják ezt, maguk a mexikóiak is már elismeréssel szólnak az egyébként 90-es évek elején már meghalt Jacques Susten-nek a munkáiról. Ez a meghatározó könyv, amelyet az aszték mindennapokat és benne külön fejezetekben a nevelésüket is bemutatja. Ez csak egy sorból, például egy nagyon jelentős mindenék a lényit, Déz Azték, vagyis az aszték mítoszai című vallás történeti összehasonlító szempontokat is felolvasztató munka. Egy könyv elindíthatja az ember bizonyos kutatások felé, és hát ezt volt szerencsém kiteljesíteni madridi 92-es és 95-ös tanulmányaim során, ahol körülbelül hoztam egy földrajzi felfedezések című kurzusra, és 95-ben meg az aszték történeti krónikák című kurzusra, ahol még többet tudhattam meg annál, mint amit szükszertől már tudtam. És hogyha 2006-ban sikerül elutaznom Mexikóból, és akkor elnyertem egy mexikói kormány ösztöndíjat egy egyéves időtartamra vonatkozóan a Puebla-i Egyetemre, akkor most még sokkal kompetensebb módon tudnék nektek erről a témáról beszélni, de azt az ösztöndíjat márciusban nyertem meg, és áprilisban kiderült, hogy gyermeket várok, ezért az ösztöndíjat bizonytalan ideig elválasztottam, remélem hamarosan sor kerül majd rá. Annak ugye egy mexikói nagykövet úr biztosított arról, hogy Mexikóban is születnek gyermekek, és jól kellett asszatok, hogy én nem mertem kockáztatni. Tehát nem voltam annyira bátor, mint amilyenek az asztékok maguk voltak. Mottóként az előadás elején ebben a Diego Durántól a 16. századi szerzők közül az egyik volt ő. Való mondást választottam, akit spanyolként, amikor Új-Mexikó, Új-Spanyolország területén, érkezett, akkor teljesen elküldte az, amit ott látott. Noha már nagyon sok minden addig a pusztítás áldozatával vált. Ő úgy gondolta, hogy mindenképpen egy olyan népről van szó az asztékok esetében, amely népnek a szokásai, ebbe beletartozik az is, hogy a nagyon színes, igen változatos és az élet minden területét átható rítusai, ezek tanulmányozása és megőrzése méltó. Nem jó volt az egy ilyen hasonló közülményi, hát például majd fogok mutatni. Ő azt használta, hogy Diego Durán is a munkájában, hogy asztékok, de valójában az egy nagy kérdés mai napig is a tudatok számára, hogy lehet-e asztékokról beszélni, vagy pedig ez az aszték kifejezés, egyébként navátú nyelven aztek átlak, hogy ez a bizonyos aszték kifejezés, ez valóban egy népet jelöl-e, vagy népeknek egész sokaságát, közel 20 népet bizonyos álláspontok szerint. Hogyha a magyarországi szakirodalmat áttekintjük, már közel tucatnyi rendes vasos monográfia szól az asztékokról magyar nyelven is, de áttekintjük, akkor a legtöbb esetben azt találhatjuk a főleg európai szerzőktől származó munkában, hogy ezt a népnevet, hogy az aszték, ezt Humboldt használta először 1813-ban, és jó 3 évtized múlva, hogy ez nincs Prescott nevű szerző, aki megírta a Új-Spanyolország történetét átvette, és mondhatjuk, hogy ő bedobta a köztudatba, vagy a szakirodalmi szóhasználata.
egészen bizonyosan látszik, hogyha egy-két lapot is nézünk, talán valami lettünk kiadás van a régi kódexekből, hogy az aszték névnyelvet azt használták már maguk az asztékok és a 16. században. Tehát Humboldtnak sok értelme van, az asztékok elnevezése nem az övé. Vannak, akik ma is úgy gondolják, hogy csak a nagy főváros, nem is itt nálak, hogy itt lehet asztékoknak nevezni. Ez kicsit sántító, főleg azért, mert ők magukat Tenochtitlánnak, minden a város név is, vagy pedig mexikáknak nevezték. Mások szerint, ugye egyáltalán a mexikói völgyben élő mexikánkról, és másik, mert beleütközöm a saját korlátaim, hogy más aszték népcsoportokat lehet ezzel az összefoglaló szóval életni. Elég valószínűleg látszik, hogyha a 16. századi kronikákat kérdőt tekintjük, hogy asztéknak tekinthető az a nép, amely aztánból a mitikus helyszínről származtatja önmagát, az valahol talán mai utakállam területén lévő helyszín lehetett, de ez mondjuk úgy mitikus körülbe vész, ezzel amik a mexikai utakok sincsenek teljesen tisztában, hogy hol lehetett aztán, de közel 20 olyan etnikum élet, és hát részben élni ma is Mexikó területén, amelyek ebből a bizonyos aztánból, vagy erről a bizonyos aztánből helyről származtatják magukat. A másik összekötő kapocs, ami már asztéknak tekinthető egy bizonyos nép, az aszték nagy konglomerátumhoz kapcsolódónak, jelkezem a Bátor nyelv, amely mostanában abszolút reneszánszát éli. Amikor készültem erre a korábbi ösztöndíjra, akkor egyébként többek között a navát nyelvkurzus is fölvettem volna, akkor az interneten keresgélve nagyon sok navát kasztelljánó szótárat, újabbakat is és a régiek követni kiadásait is találtam, és hát természetesen nyelvkörbek. Nagyon sok olyan szó van, amelyeket ti is ismertek a navát nyelvből, legfél nem gondoltak rá minden napokban, az ilyenek, mint a csokoládtól, vagy a kakaótól. Hogy kik voltak az asztékok, hiszen nem teljesen bizonyos, de hogy hol éltek, az már sokkal jobban behatárolható. A mai Új-Mexikó, illetve Észak-Mexikó északi területeitől egészen a mai Guatemaláig terjedt az az aszték irodalom, amely nagyjából az 1100-as évek táján kezdett kiépülni. De amikor megérkeztek északi vándorlásaitól ide, a közép-amerikai területre ezek a bizonyos népesség csoportok, akkor itt találtak más népeket, totonákokat, például az ormékokat, akiknek ugyan a kultúrája végre már nem volt, és hát sok-sok egyéb zapotékokat, és sok ma is akár még ott élő népeket. Nem voltak nagy sikereik először ezeknek az északról érkező navatlott beszélő embereknek, sőt olyannyira nem, hogy a 14. század elején, és egyébként látjátok, hogy ez az európai időszámítás, amit itt a Nordiaknak sorolok. Tehát a 14. század elején olyannyira nem voltak sikereik, hogy visszaverték őket egy mocsaras területre, ahol aztán kényszerűségből alapítottak egy olyan város a mocsarak lecsapolására, rendezésére, amely végül a főváros lett ez a bizonyos demonstritán. Ez a térkép mindleg félrevezető, találtam jobbot is, hogy szándékosan ezt választottam, félrevezetésének ideget. Mert ugye együtt látható a sárga színnel az aszték, zöld színnel pedig a majáknak a nagy birodalma együtt látható ezen az ábrázoláson. Valahogy valójában időben nem létezett együtt a két birodalom, tehát a maják birodalma már évszázadok óta lehanyatlott, beolvadt más népek kultúrájába, például éppen az aszték kultúrában, majd az 1300-as évektől, tehát az asztékok területei akkor virágzottak, amikor a majáké már teljesen lehanyatlottak. De jól látható, hogyha az aszték vallást nézzük, hogy a földművelési ismereteiket nézzük, és hát a mindennapi élet számos rétusán, hogy a maja nyomunk, azok abszolút kimutathatóan ott vannak művészeti ábrázolásokban is az asztékok kultúrájában. Ez a bizonyos Tenochtitlán, amely egy eddig is stilizált ábrázolását vetítem ide elégnek, ez 1325 tájáig tehát létre, és ez volt az abszolút fővárosa, 20 milliós, és mondom majdnem 2 tucatnyi etnikumon számláló irodalomnak. Ez a főváros irányította az adóbeszedéseket, innen irányították magát a vallási kultuszt, itt voltak a vezető templomai,
de az olyan kutatások már azt is bizonyították, hogy messze nem csak egy egyhozpontú birodalomról van szó, hogyha az aszték területeket nézzük, hanem a 15-16. Század fordulójára, vagyis éppen addigra, amikor az európaiak elérik ezt a város, meg ezt a birodalmat, addig már kiemelhető még két másik központ is, egy Teszkópó nevű város és egy Zlatotán nevű másik város, tehát mi a három siker fővárosú szerkezettel, vagy irányítási rendszerrel működött maga a birodalom. De most itt nálad azonban ezek közül valóban a legnagyobb, körülbelül 200 ezeres lakossága voltak, amikor a spanyolok ezt 1519-ben elérték. Ugye hát ez európai szemben nézve abban az időben nagyon meghatározó lélekszám. Európában nem voltak akkoriban ilyen nagy városok, bár bizonyos időszakokban, igen, mondjuk, hogy a Kordobát tekintjük a kalifátus idején, az nagyjából 400 ezeres, de ebben abban az időben teljesítás az óriási városnak számított. Amikor a spanyolok elérték, akkor a krónikáik jól mutatják, rendkívül ilyen csodálkoztak is ezen a szervezettségen. Nagyon fontos azt hiszem, csak néhány pillanat erejéig azt is áttekintenünk, hogy milyen forrásokat használhat a kutató, hogyha szeretne a 15-16. Század fordulójára visszalépni és valamit az asztékokról megtudni. Nem sokkal tovább tudnám folytatni a felsorolást, jól lehet, hogy kiragadott tételekről van szó, de nem sokkal tudnám tovább szaporítani azoknak a kódexeknek a jó részt európai nevezését, felelhetőség idejét, amelyek még a spanyolódítások előtti időkről maradtak. Az asztékoknak diktografikus írása, amely már éppen közelített egy fejlettebb változathoz a 16. század elején. Ez több száz kódexet hozott létre a krónikások, a spanyol krónikások beszámolói szerint. Ezeket viszont a buszból spanyol hittérítők nagy részt elküzelték, vagy máshol megsemmisítették a 16. század elején. De hogy egészen precízen ragaszkodunk a tényekhez, éppen mint például a középkori iszlám esetében is, nem csak az európai pusztításról beszélhetünk, hogyha ilyen kódexek ügyét nézzük, hanem maguk az asztékok is nem egyszerűen semmisítették, hogy egy előző önkalkodó ideje alatt létrehozott kódexeket, amely uralkodó bármely elképzeléseivel a vallási kultuszával emléktettek egyre. Tehát itt a pusztítás különböző irányoktól, de elég lehetősen megtörtént. Azt hiszem, hogy számotokra is leginkább ismert, mint hogy általában a magyar kutatók számára ez a bizonyos fehérvári Mayer kódex, hogyha nem is úgy, hogy láttuk belőle okokat, de talán a történeteiken, de nagyon híres kódexgyűjtők voltak Magyarországon is a 18-19. Század fordulóján. Az egyik volt az 1780-ban született Fehérvári Gábor, akinek az apja Károly is nagyon híres mindenféle régiségeket gyűjtő személy volt. Fehérvári Károlyhoz, hogy hogyan jutott ez a még valóban asztékok által kidolgozott finom szarvasbőrre írott 30-as szerben visszahajtott könyv. Erről sehol világon nem tudnak a történészek. Amikor feltűnik ez az aszték kódex, az 1400-as évek végén keletkezett írományról, vagy hát képes írományról van szó, akkor már úgy emlegetik, hogy ez Fehérvári Gábornak a tulajdona, tehát az első latin nyelvű említéseire félé. Ez egy a rítusok szempontjából nagyon fontos munka, de valahogy ennek még reprimitiadása is sem volt tartalma látni, talán egyszer meg a Liberty Városi Múzeumban valakinek megköszönik is tanulmányozhatja, ugyanis amikor Fehérvári halála után 1851-ben Kulszky Ferenc tulajdonába került a kézirat, Kulszky Angliába költözött egy számüzetés után, eladta ennek a bizonyos József Mayernek, aki meg a Liberty Városi Múzeumnak adományozta a kódexet. Tehát a rítusok miatt fontos volna, de ezt nem nézni, mert ebben kifejezetten a vallási szertartások leírása szerepel. Sokkal nagyobb számú azoknak a forrásoknak a mennyisége, amelyek már akkor elkezdtek, amikor odaérkeztek a térségbe az európaiak. A kódexeknek a legnagyobb része a spanyol latin nyelvváltozattal készül, de számos közülük olyan, amelyek említőről a híres Mendoza kódexben látható a középiskolásoknak az átkászulásai kifáncot. A Mendoza kódexeket emeljen ki ezek közül, az repülkiadásban volt alkalma látni, az körülbelül 79 fóliánsból állt eredetileg, és ez a bizonyos Mendoza kódex az, amelyet az első spanyolországi archivája Antonio de Mendoza
közel tudsz oldalni olyan ábrázolás és mellettes van nyelvű kiegészítés látható, amelyek azt mutatják, hogy a mindennapi életet milyen ritusok szegélyezték, tehát határozták meg. Mint minden könyvnek, vagy kódexnek ebben az esetben ennek is megvolt a maga sorsa, hiszen amikor elkészült lóhalálában panaszkodtak is az aszték készítők, hogy nem volt idejük rendesen elkészíteni a rajzokat és jól megírni a kiegészítéseket és élvez. Amikor végül elkészült 1541-ben és Hispaniola a szigetén, mondjuk a mai Santo Domingo, amikor végül az évente, csak is évente egyszer induló spanyol flotta egyik hajójára fölkerült a Mendoza Codex, hogy tovább rövidjék a spanyol császára, akkor éppen ez a hajó lett a franciák foglyó a tengeren, és éppen ezért a Mendoza Codex sohasem jutott el spanyol uralkodói kézbe, hanem francia második Henrik. Ez a kapajtotta meg, aki aztán különösebben nem érdekelte őt, és környezetét azért továbbadta, és a 14. század közepén már az oxfordi könyvtárban helyezték el. Tehát, hogyha az asztékok életmódjáról, nevelési szokásairól és ennek képesen kázolásáról szeretnénk valamit, akkor a Mendoza Codex a legfontosabb. Ez már csak ugye források vonatkozásában a befejező diakrét. Néhány olyan szerzőt és műcímet vetítettünk ide elétek, amely szerzők a 16. században éltek ott Új-Spanyolország területén, és akkor írták meg az asztékok, vagy az aszték spanyol kapcsolatoknak, tehát hódításoknak a történetét. Közülük részleteit láttam többnek is, de Bernardi Modesta Ágnon féle, valóban a harmadik kötete az, amit hiszem már minden kapcsolatosan tudtok is mind információt, amely munkával egy részletesebben foglalkoztam, ez az Historia Generale de Escocias de la Nueva España, vagyis az Új-Spanyolország dolgainak, tehát az általános dolgainak külön története a című munka. Erről kiemeltem egy oldalt és ajánlom Bernardi Modesta Ágnonnak az arcmását. Ő több mint 90 évet élt, és ebből nagyjából 60 évet Új-Spanyolországban, mert amikor 1529-ben, mint 31-2 éves fiatalember, aki Szalamankában végzett egyébként, és a Ferences rendbe lépett a az egyetemen végzése után, tehát amikor 1529-ben odaérkezett a Mexikó területére, akkor neki annyira megtetszett az a környezet, és annyira ott látta életi feladatának beteljesülését, egyrészt a hittérítést, de magát az aszték kultúrának az átmentését, hogy ott is maradt, és 1590-ben halt meg, tehát 60 évre volt arra, hogy mindenféle adatokban gyűjtsön. Művei közül ez az Historia Generale, ez nagyon sokféle kiadásban jelent meg, de hozzá kell tennem, hogy csak az 1830-es évektől kezdve, azóta viszont számtalan variációban. Eredetileg ez a munka egyrészt az aszték illusztrációkkal, másrészt pedig latin betűs formában átírt Navarro nyelvű megjegyzésekkel, illetve latin és castellano nyelvű szövegekkel jelent meg. Szárgul ebben a mostani kiadásában jó két hasznos kötetre tenni munkában, tulajdonképpen mindent összegyűjtött, amit még lehetséges volt a régi aszték életről. Úgy tartják világszerte, nem csak az elfogult spanyolok, vagy a nekihálás mexikóiak, világszerte úgy tartják angol és francia nyelvű szakirodalomban is például, hogy az első komoly kultúrantropológusa a világnak, hiszen kérdőjeleket állított össze, és ezeket különböző helyszínen a legkülönbözőbb idősebb aszték férfi és női személyekkel kitöltette, az adatait összevetette, közölt előbb kapcsolatosan a kritikai megállapításait, kiemelte, hogy miben tértek el a különböző adatközlők adatai, és még egy érdekes dolog, hogy mindig pontosan rögzített, hogy melyik évben, milyen helyszínen és milyen nevű adatközlőkről gyűjtött az adatokat. Hogyha azt így ritusokról, vagy magáról a kultuszról, vagy azt így napkultuszról van szó, akkor kevés olyan európai forrás emelhető ki, amely ezzel párhuzamba hozható, hogy rendkívül részletes leírásra tettem a szalagomféle munkában. Mielőtt rátérnénk arra, elsősorban szinte kizárólag az ő műve alapján, tehát mely ritusok és kultusz maga vagy kultuszok jellemezték a 16. század elején az aszték társadalmat. Előtte hadd tegyek néhány olyan szövetet, amelyek saját magam
segítségére voltak, amikor megpróbáltam az etnikai asztékokkal kapcsolatos ismereteimet úgy átcsoportosítani, vagy más módon struktúrálni, hogy kifejezetten a kultuszhoz és a mítusokhoz kapcsolódjanak. Először is átnéztem vallásantropológiai munkákat, vagy jelen például Bográr Lajos szerkesztett egy ilyen gyűjtemény. Azokban ahhoz képest, hogy az asztékok esetében kifejezetten a vallási kultuszhoz, ami meghatározó volt, a vallásantropológiai munkák, amiket is találtam, kapasztalatot. Sokkal inkább a mélyhajzosok, és különösen kiemelten is közülök örököltek a munkái igazítottak el, aki ugye nagyon gyakran a rétusokról, a népszokások, illetve a népi színjátszás kapcsán írt, tehát sokkal inkább nála találtam kapasztalatot. És hát ez a bizonyos létékhasszás, amely 1990-ben megjelent, igencsak szakállásnak mondható, de újabban is magyar kiadást megért munka, ez az átmeneti rítusok című munka szintén segítségemre volt, mert hát ha valahol, akkor az aszték nevelési rendszerén aztán minden bizonyul a 16. század elején nagyon jól látható, hogy különböző beavatási szerkapások hogyan oszlottak erre a bizonyos három szakaszra, ezeknek nagyon részletes leírással az iskolai szinteknél, a katonai emelkedésben és egyéb területeken az asztékoknál. A kultusz tehát, amely hívó pont lehet a rítusok megértéséhez is ebben a társadalomban, az az aszték vallási kultusz, amely, mint mondtam, magából osztott nem csak a maja, hanem a tartékkor még civilizációnak a vallási értelmeit is, és amely, hogyha ez némileg túlzó megállapítás is, de szinte leolvasható erről a bizonyos fiatal szóról, erről az aszték napkörről, amelyet helytelenül neveznek nagyon gyakran Magyarországon is aszték kalendáriumnak, de ez sokkal-sokkal több, mint egy kalendárium. Valóban az aszték időfelfogás az a ciklikus és több világidőperiódusra bontott ábrázolás, ami ezen látszik, ez talán indokolhatja, hogy kalendáriumnak tekintjük, de ez egy egész komplet kozmogónia, ez a napkő, amely 1479-ben keletkezett. Ez egy mexikói antropológiai múzeumban található, és éppen ezért, hogy sejtek, még nem volt alkalmam látni, de sokat olvastam róla, ez 3,5 méter átmérői bazaltfő, és majdnem másfél méter vastagságú. Tehát ez egy óriási és csak egy részletét látok itt az ábrázolásnak, eredetileg színezett volt, és ugye a nap látható középpontjában mondom, körkörösen ábrázolja az időciklusokat. Az aszték időfelfogás sokszor is értelemben is körkörös tekinthető. Egyrészt úgy gondolták, hogy öt különböző világidő volt már, ők éltek az ötödikben, tehát ez volt a gondolatok, és másrészt meg 52 évenként gondolták úgy mindig, hogy újabb és újabb ciklus következik, részben a kultuszai, ritusai ehhez a felfogáshoz kapcsolódtak, tehát 52 évenként, mondjuk Sanszusztel is leírja, 52 évenként mindig óriási véráldozatokkal és nagy kultikus templomokhoz kapcsolódó bemutatókkal rekedték végig az éjszakát, és látták azt, hogy föl kellett másnap majd a nap. De ez a napkult, igen, föl kell mindig. Egyébként adjegyezzem, hogy mostanában talán nem is annyira tudományos, de a bulvár sajtóban feltétlenül meg az interneten is mindenütt egy helyet kap az a bizonyos maja, nem tudom, világvége jósnak, amely 2012-ben, az aszték napkő is, de erről sosem esik szó, de ez is a 2012-es évnél végződik el, mint az 5. időperiódus lezáró világidő végénél. A napkő arra az időszakra, hogy földrengéseket jósol, és a világidőnek a végén, 2012. december 21-re teszi ez a nap, az aszték napkő világidő végén. Csillagászati munkákban azért lehet arról tudni, hogy maják mit asztékot. Igen. Esetében is, hogy ez a világidő végez, valószínűleg azzal a csillagászati előszámítással kapcsolatban, hogy azon a napon 2012. december 21-én nem látszik majd az égkorot, na Vénusz. Az aszték istenvilág, nagyon összetett, bonyolult utókkel, a Rakke
Istennél az önmagával sütatja a más életekkel való kapcsolatot. A Teremtő Isten Kvetszálkoát talán legalább olyan fontos, mint maga a Isten több tucatnyi megjelenési formájában, amikor szimbólumokat nézzük mindegyiknek. Itt a képen egyébként ezt a tollas figyóistenséget láthatjuk egy főábrázolásban. A további Isten alapokat semmiképp nem sorolnám, főleg több mint 100 imádatlan volt, de a Récidopot és Lémevő Istent azért emelném ki, mert az óriási 10-20 000 számban tett emberáldozatok, illetve önkéntes vagy nem annyira önkéntesi áldozatok az ő nevében, az ő tiszteletére történtek a kultuszhoz kapcsolatban, mert ő volt a háború istene, de talán sem volt kevésbé kevesebbért kívánó Isten, talán az első Isten volt, akinek a kultuszához a gyermekek áldozata kapcsolódott, úgyhogy 1000-1000 szám gyermekeket is áldoztak az asztékok. Éppen amiatt, mert az ember áldozat az nem csak a nagyon nagy számban ejtett hadifoglyokat érintett a birodalomban, magának a nevelésnek is a legfontosabb eszményei legfőjük voltak, mint a gyengetelmiség, önfeláldozás, fegyelmezettség és egyebek, és a nevelésnek a rétusait illeti, azok arra irányultak szinte minden hozzanatukban, hogy az embereket már gyerekkortól szinte születéstől, sőt a születés előtti időtől természetesen akkor az anyával kapcsolatos rítusokról van szó, hogy arra készítsék fel, hogy mindent előselenek, legyen hideg, legyen véres falsz, legyen áldozat, önáldozat is akár. Ez az István Csivicli nevű kifejezés is hasonló, vagy kicsit, mint mondjuk a balokadártya, vagy a humanitász, azzal lehet önértelemben változom válítani, hogy ez egy sokszorosan összetett szó, és körülbelül úgy oldható fel, hogy okos, arcú és bátor, vagy nyílt szívű ember nevelése volt az eszmény. Szargun készítette ezt a versikét, amelynek a magyar fordítása még inkább versikévé teszi ezt az eredetileg legjobban hangzó költeményt, hogy az életember, tehát igen, hogy ezt az eszményt teljesítide. A születési rítusok, vagy ahogy már mondtam, a születést megelőző a nő viselkedésével kapcsolatos rítusok más és más feladatokra próbálták már tényleg az első pillanatoktól kezdve a fiúkat és a lányokat előkészíteni. Magához a kultuszhoz kapcsolódó gondolat volt az, hogy a születés a halál órájának tekintették, az is, hogy a katonai életre fölkészítve már a születés folyik köszöntötték a fiúkat, hogy sas vagy te jaguár vagy. Ez tulajdonképpen a sasok és a jaguárok katonai rendjére utaló mondat volt, és hát a fiúkkal már a születéskor a születési ünnepenhoz kapcsolódó rítus alkalmával közölték, hogy a helyük nem a házban lesz majd, hanem igazából a harcmezőn. A lányok esetében másként történt a dolog, hasonlóan sok hagyományos társadalomhoz. A lányok, amikor megszülettek, akkor még a bevezető javatási szertartásokon is azzal kínálták meg őket, hogy a helyszín az életüknek az mindig is a ház lesz, mindig is ott kell élni. Ők a jó anyától azt látták, hogy az egész ház a népét végéig szolgálja. Azért azt megjegyezni, hogy ennek ellenére az asztékok körében is, a számunk és mások is leírták. Nagyon sok példát találhatunk arra, hogy a lányok is iskolai képzésben részesültek, elsősorban azért, hogy a papi szolgálat, papi környezetben teljesítsenek feladatokat. Ahol a bizonyos, igen, ahol a bizonyos megbózatot egyszerűen emeltem ki néhány ábrázolást a lányok nevelésével kapcsolatosan, de inkább azért, mert szerettem volna egy-két érdekességet megmutatni a képi ábrázolások vonatkozásában, itt az a kép is föl, vagy amúgy csak egy, ezek olyan kukorica lepények, amelyekkel az aszték kódexekben mindig azt jelölték, hogy ki ilyen idős. Fél kukorica lepény volt a fejed, ami egy 3 éves kisgyereknek, addig általában szoktak kiújtelet az édesanyáknak. Az egy kukorica lepény, ez a 6 éves volt, jelölője a másfél az a 9, a 2 pedig a 12-13 éves kor. Tehát amint látjátok, még az érkezésnek is olyan meghatározó típusai voltak, hogy még az sem volt mindegy, hogy ki mit teszik és mennyit. Egyébként egy kukorica lepény nagyjából egy mostanában magyarországi nem tudnak pizzának átmérőjük volt. Különböző asztéki iskola
különböző asztalik is alapítósokat lehet kiemelni, erről gondolom sokat olvassatok, hogy már én magam pedig sokat írtam is. Igen, rögtön még egy percet, hogy lehetséges, mindjárt már úgy is befejezném. Az asztalik iskola típusok között a fiatal férfiak háza szolgált a fizikai felkészítése a történelmi vallásos ismeretek megtanítására, ez vezetett aztán a katonásodás irányába. A lányok számára ez az iskocskáétel, most a fiú iskocs, pedig a lány neve alakul. A Karnak a templomi iskola volt az, amely az a legtöbb beavatási szertartás kötődött. Az ének iskola pedig szintén a harci dalok, a harci táncok megtanításának szintere volt. Az iskolába lépésnek magának a tanulmány haladásnak is folyamatosan és jól lefektetett rétusai voltak a különböző bankettekről, kezdve a mindenféle listákig bezárólag, és itt jól lehet azokat az átmeneti rétusokat is betenni, amelyekről beszéltem. Ez már csak jellevezető gondolat, hogy az aszték társadalom, amely a harcra épült az állandó fogolyszerzésre, más népeknek a hatalom alatt tartására, nagyon fontos volt a katonai nevelés. Ahogy mondtam, eddig is nagyon sok rétus szült át a nevelés, de itt a katonai nevelés esetében aztán ilyeneknek szinte ezt mondhatjuk, hogy százai emelhető ki a névadás, a testfestés szertartásától, a testvégszerek, fülbevalókor, pálcikák, hogy ki mikor használhat, milyen ruhaviseletet használhat, milyen hajviselete is. Egyébként utalom egy sasúralot látható, amikor valaki már irányi eljutott, hogy így nézett ki, akkor elérte azt, rengeteg rítus és nagyon sok harci dicső tett áramot az aszték társadalom legjobbához tartozott, és ez már tényleg az utolsó képen, hogy még a labdajátékok is, amelyek közül számon több mint 20-at leírt, még ezek is kifejezetten a kultuszhoz kapcsolódtak, a rituális lépéseik voltak, amelyek tulajdonképpen magát a harcot, illetve magát a kultuszt volt a hivatott a bizonyítom, és éppen ezzel is magyarázható az, hogy a labdajátékai zöme életre halálra történt, és nem csak valami attól pénzek váltásról. Szágon, annak ideje ezt írta, és ez a záró mondtam, hogy az ősmokosokban én soha többé nem tudnak abban a formában létezni, mint az előtt, ahol az európai adat volták volna. Ez azért is nagyon fontos, és a kultuszmegyítások szempontjából is azért van ennek a gondolatnak jelentősége, mert éppen az is okozta ennek a gazdag, nagyon félénk kultúrájú társadalomnak a pusztulását, hogy teljesen más rítus elemek voltak jelenzők az európai és egészen más az aszték társadalomnak, míg az asztékok körül úgy hívták ábúikat, hogy előre megbeszélték a lépéseket az ellenséges csapattal, megállapodtak a helyszínről, és tulajdonképpen minden pillanatában a háború maga is egy nagy rituálé volt. Az európaiak egyszerűen az ágyukkal, meg lovakkal lerohadták, amikor éppen kellett őket, 1521-ben már jelentősen elpusztították meg ezt a társadalmat. Nagyon szépen.